Hát te terhes vagy. Betöltött 6. hét. Láttam, éreztem. Igen, ez már látszik? Ezt egy anya megérzi. Jaj, de jó. Jó, szóval akartuk elmondani a vacsoránál. Ezt is elrontottam? Hát anya, ezt is, de nem baj, jó? Jó, apád tudja? Nem, anya, apa nem tudja, csak te tudod, mert te olyan fantasztikus vagy, hogy te kitaláltad rögtön. Gyere, drágám, üljél le! Emlékszel, hogy hányszor mondtam neked, hogy majd megtudod? Milyen érzés ez? Majd, ha gyerekeid lesznek, meg férjed lesz. Erre Gábor rátromfolt. Ha lesz neki! Az anya és lány kapcsolat abban nagyon különleges, hogy az anya a lányának átadja azt a különleges töbletet, hogy ő is majd anya lesz. És így sokkal szorosabb marad az a köldöksinór. Ezek virtuálisak, ezek a köldöksinórok. Nyilván fizikailag elvágjuk, de lélekben nem tudjuk igazán elvágni. És a lánynál azért még kevésbé megy, mert szinte delegáljuk azt a sorsot, amit mi a gyerekeinkkel átéltünk, és ő ugyanazon fog keresztül menni, mint amin én. Nagyon jól esett, hogy beszélhetek róla, hogy kinyithatom azt, ami személyes, hiszen ami személyes, az a legáltalánosabb tanítja a pszichológia, és szerintem sokak számára általános élményeket mutatott a darab. Mondtunk mi is, hogy mindannyiunk családjában van ilyen, és itt azt hiszem, hogy mind a két anya-lánya páros le tudta mutatni azt a belső intim valóságot. A nőkben benne van az, hogy egy lehetőséget adok egy életnek, hogy formálja magát, hogy legyen valaki, de a születése pillanatától tisztelni kell a gyerekben az önállóságot, és hogy megszületett egy másik lény, akinek én segítek felnőni. De az a leggyönyörűbb titok benne, hogy nem lehet tudni, hogy abból a gyerekből ki lesz, mi lesz, hogy lesz. Nekem egy kötelességem van, és ez a legnagyobb anyai kötelesség, hogy az útján segítsük. Én ugye nem csak a színészetet, hanem a tanítást is viszem, mert Lili mami, az én nagymamám, ő híres tanárnő volt, most már engem Lili néniznek a Lili sulimban a tanítványaim. Ugye a színészként mamát követem, és hát én nagyon kíváncsi leszek, bár mamám fölsikított, hogy csak azt ne, hogy a kislányom, a Dorka, ugye hát ő két ilyen erős mintát kap, mint a nagymama meg én, hogy vajon belőle mi fog átmenni. Én nem szeretném, hogy színésznő legyen, de nyilván ezek a példák, meg az impulzusok azért csak ott lesz, hogy ő milyen felnőtt nő lesz majd. Ez a darab pontosan azt mutatja meg, hogy az anyában a tőle telhető, a legjobb indulattal elinduló és a lánya sorsát egyengető, a lányának jót akaró cselekedetek a korosztályi különbség miatt zátonyra futnak. Ezért kell hagyni, elengedni, és csak úgy utána menni a lánynak, hogy a szívemben még lehet az a kötelék, de már kinn ezt nem érvényesíthetem, mert neki az már gúzsba kötés, hogyha én kinn is érvényesítem. Vagyis, hogyha nagyon azt akarom, hogy tedd ezt, vagy tedd azt, nem. Ez többször el is hangzott, hogy tedd úgy, ahogy te akarod.